a fókuszt azon beállítottad? Nem szarok rá. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Most már a Duna holtágára nézünk, vagy mi a túró ez. Még mindig a 40 fokban. Mellettem Boris. Matyi. Charlie. És a Bebop Juice-nak a Jet Black nevezetű fantázia nevű Lekvidje, ami szintén 6 mg-os, és ez a vapispassion.com-on rendelhető meg. Rajta van a szokásos szöveg, mit tartalmaz, nikotint is, és hogy nagyon toxikus. Felbontva még nem volt, annyit tudunk róla, ami a weboldalon is látszik, hogy ez egy kókuszos rum. Úgyhogy dripre fel. Hú, de nehéz kinyitni. Nem roppant, pedig nem nyitottuk ki előtte. Kókuszos rum, és mégis kicsit olyan enyhén. Ide érzem. Igen? Aha. Bocsánat, én voltam. Na, akkor adom neked, aztán majd drippelek én is. Jó hosszú. Semmit nem lehet a videóban hallani, vagy érteni, hogyha... Jó hosszú, pizmertálja. Sok hülyeséget beszél. Kösz, hogy látok érted. Butterfly. Vaj légy. Igen, vaj. Én még... Csönd legyen ott. Én még mindig a Typhoon Dripperébe tolom. Én még mindig a Freak Showba. A minibe. Te pedig én a Cyclone-ba. Cyclone-ba. Airflow beállítva. Visszaszámolok. 3, 2, 1. Ó, de erős. Sok. Ez egy ilyen fullasztós nap. Senki nem tud normális hármas leves küldeni, mindenki ezzel a hatossal kínoz. Na? Kókusz, az megvan. Én az ereje miatt nem bírom érezni. El is fogytál. Nagyon benne volt még a madréna. Kazánba. Jön a rum is. Meghalok! Hat! 66, 666. Uha! Még én nem vagyok meg kókuszfan. Nekem most a rum jön nagyon erőteljesen, így, hogy jól megnedvesítettem. De jól is mondja akkor, mert kókuszos rum. A rum az, ami dominál. Kóstolom meg ebből. Ebből te ne kóstold, mert ez nekem sem ízlik. Van egy színe.
fene tudja. Illetve én tudom, hogy nekem nem tetszik. Ha? Én érzem a kókuszos rumot. Jó, hát ez egy dolog, de nekem az, mint kókuszos rum nem jön be. Nekem emlékeztek picit ilyen az autó illatosítóknak a kókuszos. Wunderbaum. Wunder, az. Fenyőfás autó illatosító fókuszos illata jön le, és háttérben van a rumnak egy ilyen. Adok még, ha kell. Nem, köszönöm szépen, ennyi elég volt. Jó, mondjad akkor. Nekem nagyon telít. Én 5-ből adok neki 3-at. De lehet, hogy 2-t. Mert én nagyon nem szeretem az autóillatosítókat, és nekem rögtön az arra asszociál az agyam. És a gőze? Gőze is legyen 3. Na, én az ízére 2-t adok, a gőzére meg... ...3. Szintúgy. Matyi? Én az ízére adok 5-öt, mert szerintem elég különleges, és ez az első olyan alkoholos likvid, amit ugye egy valamilyen alkoholos itallal hirdetnek, és valóban lehet érezni. Tehát, hogy ha ezt így felvenném úgy, hogy nem tudom mi ez, akkor egyből rávágnám, hogy ez rumos, és ezt például kóstoltam már ilyen abszintos, meg mit tudom én milyen ízeket, amire egyáltalán nem lehetett levenni, hogy az mégis mi. És ebből viszont szerintem le lehetett úgy, hogy ez legyen 5. És ugye kókusszal együtt a rum, ugye azok már koktélokban is bizonyítottak, hogy egész jól el vannak. Ihattál már olyan? Mit? Hogy ne ihatnék ki? Egy hét múlva már Amerikába is. Atya úristen, 21 lesz Matyi, rakétát az égbe. Pontosan. Szóval az legyen 5, a gőze is lehet 5, mert teljesen jó, bár nem egy felhőkergető atomizer van nálam. Nem ízt csak szerintem. Felhőt kergethetétek volna. Atomizerre. Az. Milyen jó gif lenne abból? Felhőt kergetjük a Benny Hill zenéjére. Ne, hagyjuk. És nekem ez a 6 mg ez borzasztó erős, tehát én ezért nem tudtam átadni magam a drippelés élvezetének. Erősebb volt ez, mint amit az előbb kóstoltunk. Az biztos. Erősebb volt, mint a mi volt a neve? A Vampire. Pinkman meg a Heisenberg. Heisenbergnél erősebb 6-os volt, tehát lehet, hogy ez nem is 6-os. Ja. De tudjuk, hogy a magyarokon kívül mindenki egy picit alul nikotinoz. Vagyis nem tudjuk, hanem gondoljuk. Ezekből kiindulva. Úgyhogy aki olyan kaliberű csávó, mint Matyi, az meg fogja venni, aki meg olyan, mint az orosz vagy én, az meg jól nem fogja megvenni. Tehát ez a jó arcok legvidje lesz. Ironikusan mondta. Ja, értem. Jó, akkor ennyi volt mára a Jet Black. Azt nem tudom, hogy hát mennyi hiányzik ebből. 20 csepp. Kb. 20 csepp hiányzik a 30-ból, úgyhogy lehet, hogy ezt bedobom a közösbe majd, és aki szeretné, az megnyerheti. Mit szóltok hozzá? Jó. Én hazavinném, de ha... Hát ez a mániája, hogy hazavin, mindent hazavinne. Mert elkérte a cipőmet. Csak büdös volt, és utána rájöttem, hogy nem kell. Úgyhogy tudjátok mit? A Bebop Juice-nak a Jet Black-je ki lesz sorsolva, mert ennyire jó fejek vagyunk. A részleteket meg majd elmondom a... De egyébként az lesz, hozzá kell szólni, hogy te szeretnél-e még GS2 review-t, vagy igen. Nem? Igen, és aki nem szeretne, az nem fog kapni. Az előző videókat Boris hasán tudjátok megtekinteni. Hogyha Matyi hasára kattintotok, akkor föl tudtok iratkozni a csatornára, ahol likvid, készülék, tehén tesztek, és minden, ami az e-cigivel kapcsolatos, megtalálható egy helyen, összegyűjtve, tematikusan, kezdők számára is. Reméljük, hogy tudtunk nekik is, és a haladóknak is segíteni. Ezzel a rövid videóval
innen, Kopaszigátról. Örülök, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, a p***a megint. Lehet, hogy a Matyit kéne alá tenni.